Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai vendégem és beszélgető társam Gianni Annoni. Grazie. Köszönöm szépen. Siker sikerült. Abszolút, abszolút. Mert elkezdtük ezt a beszélgetést, vagy miért elkezdjük ezt a beszélgetést, a várakozva, hogy végre legyen stúdiónk, kiderítettük, hogy mi ismerjük egymást, a véletlenek. Teljesen véletlenül ismerjük egymást, méghozzá a focipályáról. Igen. Jó, 20-25 évvel ezelőtt egymás ellen játszottunk, nem is egy alkalommal. Én emlékszem, hogy a... csak onnan, onnan maradt meg a név egyébként, hogy a kapus állandóan üvöltözött, hogy Gianni, Gianni, gyere vissza! Na, szóval... Így aztán, ha már a futballpályán az ember összetegeződik a másikkal, akkor ezt a tegeződős formát megtartjuk most is. Köszönöm szépen. Uh, de nagy, nagy hét van, De. nagy hét hétfője van, amikor uh, ez a beszélgetés adásba kerül. Úgyhogy arra gondoltam, hogy beszéljünk húsvétról, uh, arról, hogy az olaszok hogyan uh, ünneplik, hogyan készülnek húsvétra. De még mielőtt egyébként erről beszélnénk, azért egy rövid, rövid kis történetet, hogy hogyan is kerültél Budapestre, miért maradtál itt. Uh, hogyan jött az ötlet, hogy éttermet nyissatok, hogy egy sikeres étterem a tétek a Pomodoro, és hát erről is beszélhetünk, hogy milyen sikerek, milyen kitüntetések voltak itt az utóbbi időben, de egy rövid kis mondjuk így életrajzi hogy Jó. egy olasz fiú hogyan kerül Budapestre, és aztán hogyan ragad itt? Hú, ez... Ezt most nem akarom senkit sem botrányoztatni, de először is a fociról egy picit én az a jó, amikor valaki külföldi, nem tudja, hogy ki ellen játszik, és úgy bánik a másik, mint a semmi nem lenne. Tudom, emlékszem szóval... rá, mert Orbán Viktor fölrúgtad arra, emlékszem <gül> ne, ne, <gül> Ugy, nem, 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 nem tudom, hogy ő játszott el, de ő is ott persze, volt. Persze, a nem, 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 nem is tudom. Össze is kakaskodtatok <laughs> egy kicsikét, pigel, és emlékszem de... Igen, igen, igen. <laughs> Na akkor elnézést kérek most mindenki előtt először is. Nem akartam rosszat senkinek. Le, ez, ez jó, meglep. Én nem is tudtam. Amit, amit érdekes, hogy egy ösztöndíjból, akkoriban beszélünk, a 90-es évek elejéről, 93-94. Ösztöndíjat kaptam egy közgazdasági egyetemen, egy Milánoi melletti várostól, a harmad éves voltam a közgazdasági egyetemen ott, és egy olyan lehetőséget adód, adódott, hogy nem egy hat hónapos Um, hogy mondjak ösztöndíjért menjek el, de egy évesre. Nekem ez fontos volt, mert ki akartam valahogy csatlakozni a családomtól, és nem volt uh, nagy uh, erőm búcsúzni tőlük, uh, hanem egy ilyen formában ráfogva az egyetemre elszökök otthonról egy kicsit, uh, mert mindent az egész életem az az otthon. Uh, lévő időmet töltöttem, nem volt valahogy, mindig valahogy kar, így, így, kör, be, behatárol, kör behatárol, be nagyon határolta. erősen, és, és úgy éreztem, hogy nincsen, nem tudom megélni azt, amit szeretnék. Egy ilyenfajta szabadságérzetem volt, és abban az időben Magyarországon hatalmas nagy lendület, pezsegés, házi bulik formájában, ami ma nem tudom mennyire Hát a, még divatosak. A gyerekeim, a gyerekeim például van még azért ez ma is divatos. Nagyon jó, divatos. hát remélem azt, hogy rendet dartják a lakásból. <laughs> <az, az gül> ez, ez egy nehezebb kérd, kérdés. Igen, és, és az egyetem alatt még akkor a Corvinus még nem is volt úgy felkészülve egy kapitalista gondolkozású oktatása, és sok amerikai nyugdíjas tanárunk volt, aki angolul, természetesen görögöknek és egyetlen egy olasznak adott elő, de ami a lényeg az, hogy a döntés az egy kicsit emiatt is volt, meg az is most most egy vicce, vicce téve, egy picit a témát, hogy akkoriban az olasz parlament megjelent egy Csicsalina nevezettű parlament, aki Magyarországon... Magyar... Magyarországon is ismert. Csicsalina Magyarországon ja, is ismeri. Igen, ebben biztos lehetsz. érkezett, és akkor botránykozások voltak, meg mindenki vágyott erre a szőke bomba nőre. Egy kicsit így vicceket félrakva, de valahogy ez a ez a szabadság a családtól kerestem magam őszintén, hogy mi vagyok, ki vagyok, mert addigra mindig az volt, hogy hogy, hogy elmentem iskolába, elmentem sportolni, hazamentem, és ez volt minden egyes nap. És a bulizás, és önmagában az én fiatal életemet, az nagyon órákban volt, éjfélkor, egykor, haza kell érned, mindig valahogy egy kicsit így, ezek a falak voltak föl. elég erősen. És Magyarország szabadság. Én itt keze utána egy év után vissza kellett mennem, természetesen lett magyar barátnőm, ilyen szép magyar barátnőm, vagy barátnőm sose lehetett volna az én kis falumba, természetesen ez a Made szexi Italy sexy címlapa, vagy éppen, hogy figura, ez az olaszosság hozott, hozott sok eredményt, idezve jelve de, de mindig tisztelettel, és mindig az a tisztelet, ami a szülei megneveltek arra, hogy egy hölgy felé, hogy kell viselkedni, ez nagyon fontos. Ez mindenféleképpen otthonról hozom, és remélem is, hogy, hogy így is lesz mindig, és át tudom adni majd a fiaimnak, hogy mit jelent nővel viselkedni, és a viselkedést megtisztelni, bocsánat, így ez magyarul jobb. És, és utána természetesen így hozta ez az egész, hogy mindig jött egy doboz. Tudnotok kell, hogy akkoriban, mint a régi olaszok, vártunk egy dobozt, ami élelmiszerrel volt teli, mert akkor Magyarországon nem lehetett nagyon olasz élelmiszerrel találkozni. 93-ban, hát 93, -ban, 93 -ban még nem Ez így igaz. És akkor érkezett egy dobozt, egy, -egy görög barátom azt is megtanította, hogy ők hogy kapnak pénzt, egy bele volt rakva a, plusz zseppénz a szülőktel, és én üzentem ugyanúgy a szüleimnek és édesapám arra, hogy viccelődjön egy nuteles kruhászámba rakta be, de, de vicceget az apám, édesapám a mosolygása mindig eléggé törekszik, de a lényegében az, hogy megérkezett egy ilyen élelmiszerű csomag és mindig az volt, hogy együtt leülünk és ünnepelünk és éreztem, éreztem ezt a vonzódását az ilyen asztali összejövetelnek és arra, hogy együtt töltünk időt, utána lassan így szerintem minden férfi, aki egy matriarkális családban nő, szerintem tud főzni. Ez nem nemzettől függően. Egy olasz, mint egy magyar, mint egy görög. Amikor a, a nő egy matriarkális szeretetben jött föl, te mindig a szoknyához húzodsz, és itt az a konyhába volt a, az összejövetele, a konyhának az ereje a családi, hatalmas. A családi élet, nem? Ott zajlott, Teljesen. Ott nálatok is. Teljesen, de ez abszolút így kell, hogy legyen, és ennek a rendje is, hogy, hogy így együtt a konyha körül nem valaki főz, annak arca van, lelke van, és minden, mindenféleképpen körül kell vetni, dédelgetni kell, és köszönni kell arra egy vacsorát készített, vagy ebédet. És ez, ez, egy olyan folyamat, ami még mindig szerintem bennem él, és ezeket a szeretetet az ember átveszi konyhai formájában vagy recept konyhájába, és utána próbálja ismételni, és próbálja ezzel öröket Örök életet adni a nagymamáknak, a dédnagymamáknak, a recepteknek. Ez valamilyen formában erős érzelmi kötődéseket hoz az élelmiszer ezt, körül. Igen, hát ezt hívják tradíciónak, vagy van. családi hagyománynak, így van. még egyszerűbben fogalmazva. A, és aztán egy mondatra csak kanyarodjunk vissza, hogy a feleséged magyar. Igen. Tehát amikor visszöltél és elelepedtél eh, magyar. Eh, hölgy lett a feleséged, és utána van azóta két gyermeketek. Igen. És euh, megnyitottad, megnyitottátok a Pomodoro nevű éttermet, ami azóta is az Arany János utcában egy nagyon népszerű étterem. Hogy az ötlet, hogy éttermet nyissál Magyarországon? Hát alapjáraton mindig játszottam az egyetem alatt, hogy elmentem ilyen diszkokba pizzát sütni, arra egy kis pénzem legyen, vagy éppen e, tésztákat ilyen kisebb kafékban hétvégenként játszva az olaszta az étterembe. Tehát felhasználtad de... a családi tradíciót, egy kis eppész kiegészítése. Hát, miért nem? Ez... Hát, Na no, no, ez semmi probléma, ez teljesen hogy a szüleim arra neveltek mindig, hogy nincsen nyár, a gyerek ne dolgozzon ingyen valahol. Hogy tanulja meg a féle tiszteletet a munkásság felé, a legegyszerűbb munkák felé. Egyfajta. Ez nagyon fontos szerintem arra, hogy az ember értse meg, hogy utána vezetőként is arra, hogy milyen felelő, felelősséggel van sokszor bármilyen munkaterékre. Terekre. Ami a lényeg az az, hogy 2001-ben egy magyar úri ember leállított, már akkoriban itt éltem, és azt mondta, hogy nincs -e kedve éttermet nyitni, nagyobb éttermet, mert akkor egy picit próbáltam már tevékenykedni a vendéglátással egy mini üzlettel, amit szerettem volna fejleszteni, és pont jókor jött ez a lehetőség, és ez a magyar úri ember még mindig a társa, és megnyitottuk akkoriban a pomodorot. Amit mindig magyar emberre van többségbe, és erre nagyon örülök, hogy az együtt élet az még mindig tart. Nagyon nehéz két gondolkozást egy kalap alá húzni. Rengeteg pszichológia, más motivációk, Más, más kulszavak. Hát más, meg is a más hagyomány. Más hagyomány. Más hagyomány nálatok, a és, más a... és A fokhagyma például, és, és rá már kellett ütnöm a... az a... Kezük. A közébe? Hogy túl sok volt a fokhagyma? Sok volt a fokhagyma, Fok... És voltam neki a... óvatosabb, járnánkzamer. Mert, és ez, 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 ez végigment egyfajta elfogadásról szólt. Ez nagyon fontos. Ezt is kiszoroltatok, gondolom, nem? Igen. Az évek alatt. De ez nagyon nehéz ám, két fejet, két külön kultúrát, egy kalapban nagyon. Igen, de tulajdonképpen á, azt nem tudom, hogy ne kellett-e kompromisszumokat kötnöd, de az étterem az olasz, olasz Igen. ételeket árul. Tehát Igen. nem magyar konyhát, hanem olasz konyhát Igen. visztek. Tehát aki betér hozzátok, az ne a magyar konyhát keressen nálatok, hanem olasz, tipikus olasz konyhát keressen. És ugye, amit mondtál, hogy egy kis üzettel nyitottatok, már régebben voltam nálatok, de ha jól emlékszem, akkor ez az üzlet megvan most is, tehát van egy étterem, Igen. és van egy értékesítés, Igen. tehát hogyha valaki általatok használt alapanyagot akar vásárolni, akkor mellette a boltba megveheti. Még Igen. most is így van, ugye? Igen. így van. Ez régebben a minisztrot Remágya, aki a külföldön lévő olaszokat összefogta, azt mondta, a legnagyobb erőnk, ha Olaszországot úgy képzeljük el egyé, és mi olaszok mindig ezt próbáljuk a hagyományt továbbvinni. Ami Magyarországon most egyre jobban, hála Istennek, kezd a tudatosság előre jönni, és látva arra, hogy, hogy fontos, hogy bárhol vagyunk a világon, be lehessen mutatkozni egy gulyáslevest. Egy Igen, de az előbb említetted a pizzát, hogy korodban egy, egy kis jövedelem kiegészítés Igen. volt, pizzát sütött, nyilván nem fatüzelésű kemencében, nem, akkor elektromos még volt akkor. elektromos akkor. Igen. kemencében, de most. Azért arról szóljunk itt a hallgatóknak, hogy néhány évvel ezelőtt egy, nem is tudtatok róla, egy zsűri érkezett Igen. az étterembe, és letesztelték a pizzátokat. Igen. És ha jól tudom, Európa 70 legjobb pizzája közé került a tiétek, ami nagyon nagy szók, figyelembe véve, hogy tulajdonképpen ti az olasz éttermekkel is versenyeztetek, tehát Európa összes pizzériájával versenyeztetek. Úgyhogy ez, ez, egy komoly, komoly elismerés, nagyon, nem? Nekünk, nekünk minket, minket nagyon megtisztelt, ez egy, Díj, ami 18-ban kaptunk, ha jól emlékszem, és a 70 legjobb. Ez egy érdekes, mert úgy, mint a csárdáknak és a vendéglőknek, nálunk is vannak osztályok. Mi egy Ristoránti Pizzeria vagyunk, ahol a ristorante szó előbb van, az általában több ételt készít, és a pizzeria kellék. És ennek van egy osztálya az egész világon. Ez egy világdíja volt, ahol a legjobb 70 éttermet díjazták, ahol éttermet és pizzeriát csináljuk. Mi pizzeria azért fontos volt régen Magyarországon a pizzát berakni az étlapra, mert az volt a csalogató dolog, mert nagyon nehéz volt az olasz kultúrát bevezetni ott, ahol az alapanyag elismer, felismerése, ez mind új volt, és nagyon-nagyon... Ha így mondani, nem kíváncsian. Tartózkodtak egy kicsit, vagy igen, óvatosak, óvatosak voltak, óvatosak óvatosak voltak, voltak igen. még a magyarok. És az a elején. pizza nagyon csalogató volt, hát és hamar, ezzel... hamar megszerették a magyarok azért a pizzát. Igen, de, de pláne, pláne az, amikor, amikor így így kevesen voltunk a piacon. Most mondhatjuk azt, hogy a pizzának az ereje az, hogy nemzetközi lett, mindenki sajátnak érzi magát. Ez hihetetlen nagy erő, és hihetetlen nagy, ha így lehet mondani, megtiszteltetés, hogy egy ilyen kerek, ami szögletesen eszünk és dobozban, szögletben visszük haza, szóval három különböző méretben így visszük és, és a világ egyik legfontosabb alapanyagja mondjuk így, vagy alapétele. Alapanyag, alapanyag. Több alkalommal is adtál interjút, ugye rendszeresen publikálsz a Mandinerben, és az interjúidban, a korábbi interjúkban is beszéltél arról, hogy nagyon nehéz Magyarországon jó alapanyagot beszerezni, kénytelenek vagytok a jó alapanyagért sokszor Olaszországba menni. Ez nyilván drágítja a költségeket. Változott-e valamit a helyzet az utóbbi időben? Nyilván tengeri halat nem tudsz Magyarországon beszerezni, de hogy az alapanyagok tekintetében, zöldség, gyümölcs, fűszerek tekintetében változott-e, javult -e a helyzet? Tehát tudtok-e ma már a magyar piacon is találni olyan alapanyagot, amit ti a konyhán szívesen használtok? A válaszom igen, de leginkább húsokban. A vadat nem hagyom ki semmiféleképpen, mert nálunk hiányba vagyunk Olaszországban. A vadat mindenféleképpen magyar, a, a baromfi mindenféleképpen magyar, némi marhát Magyarországon, a borjut Olaszországból kell, hogy hozzuk még mindig, a halakat, a tengeri halakat. Olaszországban a zöldségeken minden az, ami gyökerek, mint például egy, egy angol zel, vagy egy az lehet magyar. A cukkinivel problémáink vannak, mert mindig a méretre mennek közben, a méret az abszolút ellenfele egy cukkiniben, még minden egyes ilyen fe, föl, fölötti zöldségekre szerintem hiányba vagyunk, meg meg, meg, meg nekünk az, ami ezt pont tegnap beszéltem egy ilyen nagyobb rendezvényem. Akaratlanul Olaszország egy olyan fekvésű ország, ahol mindenki olyan napos idők miatt vagyunk fontosak, de azt elmondtam mindenki, hogy ha csak napos lenne az idő, akkor úgy néznénk ki, mint a Szahara, egy teljes sivatag. Itt a szeleknek a nagy fontosságát elfelejtjük, hogy mindig hűti a levegőt, és mindig ad egy mikroklímát kifejezése, vagy éppen kialakulása mindenhol. Nem elfelejtve, hogy Olaszország nagyon hosszan van elterjedve, én itt ez egy tökfajta klímánkkal rendelkezik. Ez hát egészen más a klíma az Alpok alján lényegében, mint és, és a Olaszországban, mint lent a déli részeken. És, és ami fontos ennek, hogy, hogy gondolkozunk azon, és ez egy, egy, adat, ami gondolkoztat, és nem én mondom, ez Olaszországnak a fekvés, és, az, és önmagában a nagy előnye mindenki előtt, az az, hogy hogy ha Spanyolországban 80 fajta olivabogyó van, Olaszországban 450 fajta olivabogyó van. Spanyolország a második. Az azt jelenti, annyira ki tud egy mikroklima alakulni, hogy ott a természet egy másfajta kialakulási folyamakat hoz. A paradicsomba, a finom, a finom salátákban, a, 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 az olivabogyokban, a szőlőfajtákban Olaszország, 1200, ha jól emlékszem, szülőfajtával rendelkezik, hát melyik országnak van ennyi? És Franciaország nem, nincsen, szóval és a, egy, egy, egyébként tényleg, hogyha most szabad ne feled, a borok tekintetében is, hogyha mondjuk Toszkánában megyünk, ott másfajta borokat kóstolunk, de ott is tulajdonképpen, ha településről településre megyek, más kapok Montalcsinóba vagy Montepulcsánóba, tehát egészen kiváló borokat kapok, teljesen ö, ö, lokális ízek jelennek meg egyébként ezekben a borokban, bocsánat. Hogy... De nem, ez abszolút, ez, 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 ez az, amit én, én próbálok, mondani, hogy nem én mondom ezt, ezt a természet akarja, hogy így alakuljon. Én kezdve, ha rezon region, regionálisnak, vagy megyénkkel akarunk gondolkozni konyhajlag, pláne az, hogy nem vagyunk távol Olaszországból, és akarunk egyfajta külön étel készíteni, nekünk el kell menni odaáig, hogy megszerezhessük azt az alapanyagot. És nem hosszú távon tudunk gondolkozni, alkalomként tudunk. Mert, mert nem tudunk folyamatosan behozni bizonyos termékeket. Ugye nálatok is van egyfajta szezonalitás. Abszolút. Ugyanúgy, mint alapszik. Magyarországon. Tehát... És a nagymama konyhája igaz. Mert a nagymama konyhája nagyon egyszerű, hogy az olasz konyha úgy alapszik, hogy öt alapanyag, maximum nyolcat kerülünk össze. A nyelvünk öt ízvilág tud fölismerni, egyszerűen a többi az már komplikáltabb. ez egyszerű módon el kell mondani azt, hogy ha nem jó egy alapanyag, elrontottuk az ételünket. Ez úgy, mint a magyar konyha, mint egyszerű konyha, ha valami nem jó benne, rögtön érzi az embert az, hogy valami nem stimmel benne. Túl fűszerezni sose előnyös. Az azt jelenti, hogy valamit el akarunk takarni. Mit? Egy húsízt? Vagy éppen egy haliszt akarunk eltakarni? De ha nem akarjuk érezni az ételeknek az ízét, akkor miért eszünk? Szóval igen, a kérdőjelek igen. azért... Igen, azért... Ez, 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 gyakori hiba volt egyébként Magyarországon az éttermekben, hogy túl volt sózva és túl volt borshozva minden. És én is mindig gyanakodtam, hogy miért kell erre ennyi borsot tenni, nem, érek, nem érzek már semmi más, csak a borsnak az ízét. Ez így van. És ez, ez így... nem jó. Meg a szószok. Igen. A szószok takarnak húsízeket, takarnak halízeket. Én tudom azt, hogy könnyebb ide enni, és egy, íz, nem egy izgalmas, de mondhatjuk egy elfogadott, tömegen elfogadott ízvilágot tudunk előállítani, de nem mutatjuk meg, hogy mi az igaz. A répának édesnek kell lennie. Nem? És akkor, ha az édes a répa, és karamellizálik a répa, akkor gyönyörű ízvilágot tud hozni magában is, vagy éppen csak éppen, hogy forralva, arra, hogy maradjon meg a roppanasság, az a vitamin tartalom, és minden más. De ez már van, szóval azért Mondjuk ki, hogy amikor 93-ba érkeztem, a rántottokból kellett éljek, mert ez volt a idézve amit tudtam szívesen enni. A másik oldalon a magyar konyha nagyon előre ment. Hála istennek volt egy evolúciója, és az, hogy a magyar ember tudatosan kezdett el a magyar élelmiszeren is gondolkozni, ez is fontos szerintem. Igen, tehát ezt örömmel hallom, hogy neked az a tapasztalatot és is te a piacról érsz, neked e, e, muszáj a legjobb terméket, a legjobb alapanyagot felhasználni ahhoz, hogy a, a vevőidet, illetve a fogyasztókat, a betérő vendégeket megtartsad. És akkor térjünk rá a húsvétra. Igen. Mert mégis azzal konferáltam fel a beszélgetést, hogy húsvét nagy vagyunk. Ha már te itt vagy már hosszú-hosszú évek óta Magyarországon, talán érdek, érdemes néhány aprósággal meglepni a, vagy a tudásunkat gyarapítani nekünk magyaroknak, hogy az olaszok hogyan készülnek a húsvétra. Mennyire fontos ünnep az olaszok számára, különösen a, a, a vidéken élők számára. Mennyire fontos ünnep húsvét? Hát nekünk keresztényeknek a legfontosabb. Fontosabb, mint a karácsony? Hogyne. Hát itt minden csoda, amit az Isten ígért, itt találkozik. Édesapám még mindig a régi, régi stílusban, az a nagyon a bőtől kezdve a, az ima, a, az elmélyülésről szól. Én sajnálom, hogy nem vagyok ennyire e, erős, mint a, az öregeim, mondjuk így, és nem tudom mindig betartani azt, amit ők végigcsinálnak. Egy picit elgyengült az a, az öv, némi lukat kapott a, a a hagyomány mondjuk így, az igazi hagyomány, ami minket gyerekkorunkban volt, az a mindenki bőtölt a konyhában, a anya tudta azt, hogy mit kell készíteni, hogy kell ennünk, stb. Ma, ma egy picit szabadabban éljük meg ezt a hosszú 40 napot, a bőtünket, de, de ami a legfontosabb az az, hogy azért ünnepeljük a legfontosabb ünnepet, ami a kereszténységben van, ami érdekes. Hogy természetesen hús az első dolog, amit. Igen, hát a véget ér a böjt, és akkor beszéljünk a böjt utáni időszakról. A böjt Azért magá mondjuk rá, magá egy nagyon jó szerintem sokan nem tudják azt, hogy a sajt Igen. azért a böjtbe bekerült, mert a pápa, a pa, a, a, a pápa, pápa megengedte a papoknak, hogy böjt alatt sajt tegyenek. És a sajt akkor kapott lendületet a világ elkészítésben a legtöbb Sajt kitalálója, papok, pont azért, mert lehetett fogyasztani. Akkor kapott egy lendületet a sajtnak a. a sajtnak a készítés és a fogyasztás. Így is. van, a Aha. kultúrája maga. Ezt nem tudtam én sem. Ezt nem tudtam én sem. És, 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 és érdekes módon, például a kereszténységi vallás az mindegyik ugyanolyan kéne lennie. Itt Magyarországon van egy valami, ami más, mint Olaszországban. nagyon szívesen átvettem az a locsolás. <laughs> Imá Imádom ezt, hogy szabadon mehetsz bárhova, menjél minden a fiadat, vegyetek locsolkodni jobbra balra. Ez egy, nálatok, a... nálatok nincs nincsen, ilyen. Nincsen, nincsen, ilyen. Nincsen ilyen, de, de, rögtön átvettem ezt a szokást, nem volt kérdés. Ami szórakoztató és jó, gyorsan átveszi az ember. És, uh, Na, ez... De, ez, de ez húsvét hétfő, akkor azért jussunk el húsvét hétfőig, akkor az első három napot is vegyük sorra, hogy mi a főétel, húsvétnek mi a főétele, ha lehet egyáltalán ilyet mondani, mert ugye az előbb arról beszéltünk, hogy Olaszország nagyon nagy, Igen. rendkívül sokféle tradíció van. Igen. Uh, és ezt feltételezem, ez a húsvét megünneplése szempontjából is megjelenik, jól gondolom? Abszolút, abszolút. De egy dolgot tudnotok el, hogy Magyarország a legnagyobb beszerzője ilyenkor Olaszországnak bárányról. Teljes bárány. De ez tavasz... ez rége, régebben is így volt. Igen. hogy így Magyarország most... szállította a húsvéti bárányt Olaszországban a legnagyobb, Mennyiség. legnagyobb mennyiségben, és ez most is így van még. Így van, mi ezt fogyasztuk nagyon nagy szeretettel, a bárány az első, a tojás megjelenik rengeteg ilyen tortákba, csinálunk ilyen sózott tortákat, pláne egy Dél-Olaszországban, és a tojás általában rákerül ezekre a uh -huh. sós tortákra, és természetesen megjelenik, megjelenik mindenhol a tavasz zöldségekben, e meg, meg ételekben, de természetesen a hús, ami hiánya volt, és általában a hús a szegény embernek egyszer körül föl az asztalra igazándiból. Emlékezzünk vissza, inkább vegetáriánusok voltak a dédnagymamáink, és a hús az egy nagyon nagy ünnepétel volt. Ünnepi é, étel égen, volt. Most, most a hús minden mennyiségbe, meg desszertek. Szóval azért desszertek előkerülnek, mint a Kolomba Pasquale, amit egy mondhatjuk, hogy egy kifejlődése a panettoninak, általában ilyen fehér eh, galamnak a, a formáját veszi, ilyen égetett cukorral van szórva, és ez egy desszertként mutatkozik be. De rengeteg, rengeteg különbség van mindenhol, ahol megyünk és utazunk olaszországban. Hát, most meg csak hétfő van, ez bőjt idő, úgyhogy sokat beszélgetünk erről, megne megne megnehezítjük, megnézítjük a hallgatóknak a következő egy-két napi bőjtöt. Na mindegy, tartsatok azért... ki, tartsatok ki, tartsatok ki. Neked van kedvenc ételed? De, most, a, szeret... a húsvét ételek közül? Nem, nincsen. Én olyan... Én olyan vagy minden evő vagy. Minden evő vagyok, minden megtisztelek. Ezzel azért mondom ezt, mert ez egy üze, üzenet, egy fenntartatosságért és egy igazi e, változásért. Én azt gondolom, a mai nagy probléma az az, hogy az ember el lett kényelmesedve, csak csirke mellett esznek, rántva, vagy éppen lazacot, ha már diétáról van szó ne legyen hús íze, aminek teszünk húst, ne legyen hal íze, amit a le, hal, halat teszünk. És önmagában, a, ami a legszomorúbb az, hogy elkezdjük felejteni azt a nagy könyvrésze, ahol a belsőségek, az egyszerű ételeknek, a furcsa ízeknek, a furcsa textúráknak, és a fiatalok egy, inkább egy junkie, vagy egy egyszerű street foodra, vagy utcai ételre hajlanak, és elfelejtjük lassan az, amit szerintem a teljes fenntartatóságot mutatja, az pontosabban a mindenevésről. Nem kell nagy mennyiségre gondolni, nem kell mindenféleképpen azt mondja a mucsingra, hogy undorító, olaszosan elmondva. El kéne egy picit gondolkozni, hogy a Covid igazán mit tanított. Amikor így a, azt az időszakot megéltük, akkor kaphattunk egy liter étolajat, és kaphattunk egy kiló cukrot. Én emlékszem az, hogy ha kiesett egy kis cukrot, én fölvettem kézre és visszaraktam, hogy ne pazaroljak. Azt az étolajat az végig használtam, volt úgy, hogy sertészsírt is használtam, vagy kacsazsírt, de valamilyen formában próbáltam úgy viszonyulni az alapanyaggal, hogy lehet, hogy holnap nincsen. Mondhatni azt, hogy alkalmazkodtál. Így van. Uh, amit mondtál, az egy nagyon fontos szempont, uh, az elkényelmesedés is. Uh, az én nagyanyám ezt úgy mondaná, hogy beleszoktunk a jóba. Tehát, hogy, hogy a, te, te, tényleg a, a gyermekei generációjának ma már teljesen természetes, hogy bármit megvehetnek. Nem úgy van, mint az én gyerekkoromban, hogy karácsonykor egy évben egyszer lehetett mondjuk banánt venni, tehát erről szó nincsen, bármit megvehetnek, bármilyen is kipróbálhatnak, és lényegében van egyfajta kényelem szeretet, hogy nem is akarnak kísérletezni, nem is akarják egyébként ezeket a hagyományokat, a eh, gasztronómia hagyományokat fölelveníteni. Pedig, pedig, hogyha megnézzük, és ez biztos így van az olasz konyhával is, mint ahogy a magyarral, hogy a ti tengeri halakat, bár csináltok édesvízi halakat is, de tengeri, zömében tengeri Mind halakat. Mind a eh, Magyarországon ugye csak édesvízi halak. Ha valaki visszagondol arra, visszakeres arra, ez megvan a, megvannak a receptúrák, és eh, a receptek, hogy Hányféleképpen lehet a Magyarországon fogható édesvízi halakat elkészíteni? Az sokkal-sokkal több, mint a halászlé, meg a rántott pontj. Vagy 150féle módja van egyébként csak a hal a különböző halak elkészítésének. És biztos, biztos hogy ez nálatok is így van. 100% igen. Hát ez lenne a lényeg, ez a fenntartóságnak a kulcsa, mert ha hiába egy vegán elmondja nekem, hogy a zöldséget teszik, és nem állatot, miközben kér avokádot, ami 3000 km-re arra készül. Szóval az az igazság, ezek, ezek, önmagában. Ez inkább képmutatás, nem? Erről beszélek. Ez az ez az igazság, hogy az ember vagy megváltoztatja a saját életét, egy kicsit olyan, mint az életót váltás, és azt gondolja, hogy oké, okay, akkor szezonalitás. Nem eszünk szezonálisan, senki nem eszik szezonális, de ezt se lehet kérni egy gyártól, aki paradicsomot csinál, hogy azt mondja, ne csinálja meg üvegházba télen, mert akkor tönkre megy. Én ez az is nehéz azt mondani, hogy ki mi... Ez, amikor megeszed, megeszed, a kutya eszi a... Amikor így a, kutya körbe-körbe így így eszi a farkát, és nem tudja, mi történik, Alapjától ebben vagyunk benne, és alapjától tisztasságot nem tudunk csinálni teljes egészében, mert utópia, ez olyan, mint a, világbéke örökké szeretjük egymást, miközben a szomszédok is, ha így lehet mondani, hogy gyilkoljak egymást. Én azt gondolom, hogy a szép, hogy a mindenki úgy próbál élni, becsületesen, tisztességesen, és megpróbálja a saját életet megváltoztatni. De a legfontosabb, legfontosabb, ha hadd kapcsolódjak ehhez az utolsó mondathoz, hogy a hagyományt megőrizni. És, és, és ugye, e, amit elmondtál az interjú során, hogy nem csak a családban őrzitek ezt a hagyományt, hanem a, az étterem menüsorának összeállítása során is ez a hagyomány jelenik meg, és én azt gondolom, hogy a vendégek ezt értékelik. Most már igen, most mindenki, mindenki tudja, hogy ha valaki tartja gerincét, <laughs> előbb-utóbb eredménye lesz, mert én simán tudtam volna azt tenni, hogy kecsapot adok mindenkinek, és sikeresebb leszek lehet rövidebb idő alatt. De azzal valamit, valamit eladtam magam, ami nem szerettem volna. Mint az, hogy mit tudom én olyan ízeket betenni, ami alapján inkább közkedveltek, mint az, hogy nehezebben megérthetőek. Ez egy hosszú út volt, ez nagyon idézve egy kicsit a fiatalság, bolondság, az, hogy teljesen idézőbebb el voltam varázsolva a gasztronomiától, és innétől kezdve néhány szóval szeretetből csináltam, mint az, hogy pénzről szóljon az életem. Mert, mert a lényeg az az, ha szívből csináljuk és szenvedélyes, sose fog tudni munkának azt, amit csinálunk. Inkább az lesz, hogy mikor mehetek oda minél hamarabb, és ha elveszik tőled, akkor érezed el igazán a hiányt. De, de, a fenntartatosság szót az nagyon fontos a mai világban, pláne ott, ahol próbálnak minket beetetni az új fajta élelmiszerekkel. Mondjuk például a műhússal. Beszéljünk erről egy kicsit. két ne, szót? Ne, véletlenül sem beszéltünk egy másik műsorban, és nem Furu. akarom elrontani a húsvét, nem akarom elrontani a húsvét. Szóval a ne, egyed, így van, de a húsvétot egyétek hús, minőségi hús, magyar hús, olasz borjút magyar húst. A, a, a magyar, na, azért magyar boroknál is azért. Bo, nem, nem. Na, ma, 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 az nem olasz az az olasz borokat magyar bor, nem, azért Olasz borjút mondtam, de nem bort. Jó, 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 oké. Okay. Magyar bort, magyar bor, mert akkor a bőt alatt szerintem sokan alatt az alkohol is hiányolt. Igen, hát az, de erről beszélünk, hogy amikor már húsfét lesz, és amikor a bőt már nem vonatkozik senkire, és akkor újra lehet húst tenni, és újra lehet bort fogyasztani. Van kedvenc magyar borod? Vannak. Én az olasz leasing imádója vannak. Nagyon régóta mondom, hogy az olasz leasing sokkal nagyobb lehet, mint, mint most. Egy frissessége, gyorsan, könnyen, könnyen ért. Egy olyan piacra is, ami errefele hajlik. Nagyon a borok fogyasztása 70%-a ma, és a 30-a csökkent a vörös. Meg a másik az, hogy szeretem természetesen a tokai, mint aszu változat. És, akkor már egy vöröset se hagyják? jó, én mindenféleképpen akkor Egert szeretném kiemelni, és mindenféleképpen most szerelmes vagyok az Egri Bikavérra, szóval én ezen nagyon jó eredményeket hozott, de mindenféleképpen, ha könnyed vöröset, akkor egy, egy kadarkát nagyon szívesen megiszok, egy nyári picit lehűtve. Akkor mondjuk még a teljes sorrendben is egy rozé. Van. a rozéka, nem vagyok nagyon rozé szerető. Elmondom hát őszintén. viszont akkor különbözünk, mert én viszont szeret, nagyon szeretem a rozét. Fröccsbe. Hát is megtisztán. De azt is mondtam azt, hogy nézzétek meg, amikor elmentem és vittem egy csoportot, egy csapatot Olaszországba, Friuliba, én megmutattam arra, hogy mennyire össze vagyunk mosva igazándiból. Nagyon erősen így nem lehet tudni azt, hogy a magyar határok hol álltak meg, és, és igazán a magyar vér, vagy a mér vérvonalak hol, és az olaszok vérvonalai hol álltak meg, meg a szlovénok is ott voltak jelen. De érdekes módon az, hogy ha szóda nem lett volna, mi nem találjuk ki a spritzet. Szóval a magyarok hiklete, meg segítsége nekünk nagyon nagy volt. Azt, hogy utána a kreativitásunk hova vit minket, az egy másik téma. De mennyire változik meg, és a holnapunk. Mindegy, én mindig azt mondom, hogy össze kell hozni a népeket, nem távolítani, természetesen hagyományokat kell vinni át, de ha nincsen hagyomány, nincs mit vitatkozunk. Ha nem tudunk vitatkozni, nem tudunk miről beszélni, a vita kell, szükséges arra, hogy a legendák, a tradíciók, az emberi hagyománya fönnmaradjon. Ezt csináljuk Olaszországban már szerintem három éve, még Isten érkezése előtt, ha már húsvétről beszélik, a vita az kell, szükséges, hogy az ember fejlődjön, megtartja hagyományait, büszke legyen rá, és játszon vele, és tudjon valamit mutatni. Ha véletű vendégünk, látunk valakit, szeretettel egy gulyás leves csinálok, az mindenféleképpen működik. Én biztos vagyok benne arra, hogy az ember így kommunikálna, más lenne az egésznek a, az alapja, és sokkal jobb lenne a, mondjuk a gasztro világon keresztül a világ. A, túli, a túl élet is. Szerintem ez végszónak is kiváló volt, amit most az utolsó fél percben mondtál. Hát eredményes készülődést kívánok a kedves hallgatóknak, a kedves nézőknek is, nektek is, otthon, Köszönöm. és az étteremben is. Jó locsolkodást majd. Köszönöm, hús, hétfőn. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek a aki velünk volt az elmúlt fél órában a figyelmet, és nap pedig köszönöm, hogy itt volt, megosztotta velünk a gondolatait, tapasztalatait, talán adott ötleteket, és arról, hogy ki hogyan készüljön a húsvétra, esetleg kapott ötletet arra, hogy meglátogassa a pomodórót. Minden esetre áldott húsvétot kívánunk mindenkinek, minden kedves hallgatónak és minden kedves nézőnek. Köszönjük buona a figyelmet. Bona Szent Pasqua! Ciao, ciao. Köszönöm.